és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Kismondi vezető elemző a vonalban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hogyan állnak a piacok? Merre megyünk? Hát a Snapchat-tel foglalkozunk, miután tegnap piaczárás után beáraszták a részvényeket, és bizony elvitték, mint a cukrok a befektetők ezt a papírt. $17 kerültek forgalomba. Ezzel beigazolódtak azok a piaci várakozások, hogy a korábban megállapított jegyzés és sáv felé teszik majd a kibocsájtási árat. Nagyon durva. Én összeállítottam azért egy kis kontraindikációt, hoztam nektek néhány számot, amit nem biztos, hogy minden Snap jegyző elolvasott annak idején. Az első az az, hogy csak a CEO személyi védelmére közel 900 000 dollárt költöttek tavaly, amely az $500 000 fizetéséhez képest nem meglepő, de mivel a cég masszívan veszteséges, 2016-ban $515 millió volt a veszteség, talán nem túl szerencsés. Ha már számokkal dobálózunk, Spiegel édesapjának jogi cége az elmúlt 3 évben $700 000 kapott a vállalattól. Az egyetlen probléma, hogy közben ők nem is dolgoztak a Snapchatnek. Ó, de szép. Van még tovább, mondjam még? Persze. Jó. Hát maga a CEO tavaly $15 millió kölcsönzött a cégtől, előtte további $5 milliót, ezeket ugyan visszaviszette az év végéig, de úgy tűnik, hogy ez egy állandó történet. A következő 5 évben a Snap $2 milliárd kötelezettséget vállalt a Google felé, tehát 18 és 19-20-ban úgy indul a történet, hogy a Cloud Computing Services-ért mindenképpen ki kell fizetniük a $2 milliárd az 1/5-ét, innen indul a számolás körülbelül. Aha. Hát ez tényleg izgalmas, hogy így mire a nagy öröm. Igen, és ha az árazást nézed, aha, akkor ez körülbelül azt jelenti, hogy 65 év forgalma felel meg a vállalat tőzsde értékének. Biztos? Gyönyörű, gyönyörű. Hát jó, hát oké, aki beleszalad, megy a piac, megy a ház, veszük, persze. Igen, meg az állatkert is nagy. Na jó, hát majd meglátjuk persze, hogy kinek lesz szerencséje, vagy kinek mire futja, és mennyit kasszál rajta, mert egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha még bevezetés után még húznának rajta egy jó nagy adagot. Ami nekem ebben a hájban még nagyon tetszett, hogy a Facebook részvényei is mentek felfelé, és azt írta itt minden nagyon komoly pénzügyi portál, hogy azért, mert végre rendes konkurenciát kapnak a tőzsdén. Ez így logikus. Igen. Ha elmegy a hirdetés a Facebooktól, meg elmennek az emberek, az jó a Facebooknak. Így van, mert az, ahogy felszívja magát, és mondja, jól visszaszerzi. A jó zenész az eltűnt. Az el, igen. Hát azt már annak idején André Kosztolány is hiányolta sokszor, ugye, a részvénypiacokat, illetve. Na jó, hát akkor ez a Snap. Mit csinál azonban Európa, meg mi? Most. Alapvetően a tegnapi magyar rally után kapkodjuk a levegőt, hiszen az elmúlt néhány órának az emelkedés az tényleg hihetetlen volt. 4%-os pluszban zárt tegnap a BUX, és most mínusz 0,1%-os a BUX index árfolyama. 33.296 ponton van az index. Nem láttunk még igazából jelentős változást, bár a forgalom már most is eléri az 1 milliárd forintot. Az OTP 0,5%-os pluszban 8.900 forinton, a MOL 20.915 forint a mínusz 0,2%-os, a Richter 0,8%-ot vesztett értékéből 6.584 forinton, a Telekom pedig 499 forinton áll, és hát holnap OTP gyors jelentés, úgyhogy arra tárazunk most be. Világos. Jó, az ugye reggel már ilyenkor ismert lesz, hogyha majd látjuk a nyitásban adott reakciókat rá. Oké, forgalmat mondtál, forintpiac, már félve kérdezem, mert olyan unalmas az utóbbi időszak, hogy az van, mi rettenet. Meg 307,76, úgyhogy nagy újdonságot nem mondhatok neked. Az euróforint kurzusa mellett a dollár erősödését figyeltük meg az éjjel. 292 forint 20 fillért adnak egy dollárért, és én nem erre figyelnék ma reggel, hanem a kábel árfolyamára, ami a dollár, illetve a brit font kereskedési kurzusa. Tegnap elszenvedte első vereségét Theresa May, amikor a Lordok háza a Nagy-Britanniában élő külföldi EU állampolgárok jogainak garantálására szólította fel a brit kormányt. Most az történik, hogy a Lordok háza visszanyomta az 50-es cikkely aktiválásához szükséges határozattervezetet, és az alsóház valószínű ezt ismét vissza fogja hozzájuk pakolni, de hogy ne lehessen ezt így a végtelenségig csinálni,
az aktiválás után most a Lordok háza úgy határozott, hogy 3 hónapon belül a kormány köteles egy olyan intézkedés csomagot kidolgozni, mely a Nagy-Britanniában élő és dolgozó EU állampolgárokat védi. Nem olyan nagyon demokraták, nem is arról szól ez a történet, hogy milyen nagyon emberi és jogvédők lennének a britek, hanem a viszonosságról, hiszen tudjuk, majdnem 1,5 millió spanyolországi brit nyugdíjasra kell gondolni, tehát arról szól a történet, hogyha az EU állampolgárokat kiteszik Nagy-Britanniából, akkor hasonlóra számíthatnak a brit nyugdíjasok Európa szerte. Uh-huh. Az biztos, hogy ez a húzavona nem tesz jót a fontnak, illetve hát a Brexit árfolyam vesztesége is egyre jobban látszik. Talán emlékeztek rá, mi 1,05-1,10 környékére várjuk a kábel árfolyamát. Most rövid távon azt látjuk, hogy az 1,20-as árfolyam elérhető lesz. Jó, izgalmas hírek ezek, nagyon köszönjük. Jó kereskedés, jó munkát kívánunk mára, szép napot. Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok. Szia. Kismóni vezető elemző segítségével kaptunk bepillantást a tőzsdenyításba. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.